Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Channeling a Bibliából. Röviden elmondanám újra, hogy találtam erre a forrásra. Az anyukám meghalt 2002-ben tüdőrákban. Akkor nagyon szomorú voltam. A Biblia, a hitem, a jó Isten adott erőt számomra. Aztán hirtelen jött egy ötlet, fogtam a nyakláncomat, kinyitottam a Bibliát. A nyaklánc úgy működött, mint egy inga, és így voltak bizonyos szavak, mondatok, egy üzenet a Bibliából. És ez alatt az idő alatt voltak bizonyos gondolatok, amikor tudtam, hogy ez nem az én saját gondolatom, hanem ezt én így megkapom az égi hatalomtól. És így működik ez a kommunikáció, és mindig kérdezem ezt a forrást. Én úgy tervezem, hogy naponta küldöm az üzeneteket, ha van rá időm, akkor ezt megcsinálom, és ha gondolod, akkor kérhetsz egy személyes üzenetet a Bibliától, ettől a forrástól. Mint egy ilyen energiai egyensúly, a díjam 4000 forint, és e-mailen keresztül írhatsz nekem. Én nem tudom befolyásolni azt, hogy mi jön, milyen üzenet. Tehát én is kíváncsi vagyok a mai üzenetre. Hamarosan lesznek találkozások, sőt, valaki visszatér a múltból. Ez a személy szomorú, sokat sír, és te tudsz másoknak segíteni. Te meghallgatod azt, amit mások közölnek veled, és lesz egy fontos üzenet hamarosan számodra. Vannak még titkok körülötted, és van egy személy, aki megbántott téged, és szeretne bocsánatot kérni. Ez a személy közeledik hozzád, és tisztázódnak a dolgok. Meg fogsz neki bocsájtani. De ne hagyd azt, hogy mások kihasználjanak téged, különösen anyagilag, mert akkor ez számodra egy veszteség. Inkább figyelj oda az anyagi helyzetedre, és ezt tartsd meg. Ne félj semmitől és senkitől, mert egy angyal óv téged, vigyáz rád. Ha idegenek jönnek, vagy idegenek közelednek hozzád, akkor légy kicsit óvatos, mert lehet, hogy az anyagi előnyöket nézik, és ki akarnak használni téged. Légy okos, és most így a közeljövőben ne bízz meg idegenekben. Maradj azokban a kapcsolatokban, amit ismersz, vagy abban a kapcsolatban, ami visszatér a múltból, mert itt van a bizalom. Te a középpontban vagy, és vedd kezedbe egy botot, és amelyik irányba ez a bot mutat, ez az irány lesz fontos számodra. Vagy észak, vagy dél, vagy kelet, vagy nyugat, amelyik irányba a bot mutat, abba az irányba kellene most tekintened. És ez volt az üzenet a Bibliából. Köszönöm a figyelmeteket, kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dendera!